11 gól és Újpest siker született a Ferencváros új stadionjának, a Grupama Arénának a főpróbáján hétfőn este. A találkozón nem csak a stadion, hanem a beléptető rendszer is vizsgázott, amelyet élesen kritizálnak a különböző szurkolói csoportok. Már a meccs előtt nagy volt a tömeg a Ferencváros új stadionjánál. A vasárnapi hivatalos megnyitó előtt főpróbát tartottak Fradi Újpest öreg fiúk meccsel. A találkozót a bérletesek és a stadiont építő munkások nézhették meg. A mérkőzés előtt a vénaszkenneres beléptető rendszer is vizsgázott. A beléptető is 18 óra 30 óta van nyitva, abszolút eddig megfelelő volt a sebesség, természetesen most jön már a meccsek közvetlen előtte jön a nagy tömeg, de én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy először találkoznak az emberek a rendszerrel, az képest én abszolút pozitívnak látom. Beléptetéskor a nézők szurkolói kártyáját és a tenyerüket külön eszköz ellenőrzi. A gép néhány másodperc alatt egyezteti a kártya és a tenyér adatait, és ha mindent rendben talál, a szurkoló már indulhat is a lelátó felé. Körülbelül 2 perce várunk. Ha kint tartja a randalírozókat, akkor nekünk megfelel. Szerintem ennyi. Volt azonban olyan szurkoló is, akit érvényes kártyával sem engedett be a rendszer. Mehetünk a pénztárhoz, mert nem működik a kártya. Mi volt a probléma? Semmi, nem enged be. Első között lett regisztrálva, első között lett megcsinálva. Technikai probléma. Hát ezért van ez a meccs állítólag. Csak én attól félek, hogy a következőkön sorban ugyanezek lesznek. A vénaszkenner ellen a Fradi Ultrák már hónapok óta tiltakoznak, az ő helyük most üresen maradt a stadionban. A kezdésre több mint 6000 ember foglalta el a helyét a lelátókon. A mérkőzésen kezdetben az újpestiek akarata érvényesült, a Grupama Arena első gólját a lilák szerezték, Kovács Zoltán vette be a Fradi kapuját, majd percekkel később már 0-2 volt az állás. A zöld-fehérektől Szokolai szépített, majd Kovács újabb gólja és Zúrják találata után sort cseréltek a csapatok. Pályára lépett a zöldfehéreknél Dragóner, Mátyus, Lipcsei, míg a túloldalon Tamási, Herceg és Egresi is. Ezután felváltva szereztek gólt a csapatok. A 2x40 perces mérkőzést végül 6-5-re az újpesti öregfiúk nyerték. Nagyon nagy találkozások voltak, ugye a régi játékosokkal is, ugye az a 40 év, amit a régi Üllői stadionban gyerekként még az avatáson ott voltunk, utána játszottunk 10 évet, hát az kitörölhetetlen emlék, de hát ez az atmoszféra, egy pár ezer néző van, de hát már most olyan hangulatot teremtettek, hogy az ember beleborzunk, hát csodálatos érzés volt. A Grupama Arena első hivatalos mérkőzését augusztus 10-én vasárnap este az angol Chelsea ellen vívja a Ferencváros csapata.